Az olvasásról azt tartják, hogy számos jó hatással bír az emberi szervezetre. Csökkenti az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét és a stresszt, növeli a tudást és bővíti az olvasó szókincsét, valamint fejleszti a memóriát és a koncentráló képességre is jó hatással van. A Bonyhádon 19. alkalommal megrendezett könyvfesztiválon számos könyvet találhattak az olvasás iránt érdeklődők. A 3 nap alatt több mint 30 eseménynek adott otthont a Solymár Imre Városi Könyvtár előtt lévő Perccel kert. Író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat és különböző kulturális programokat kínált a könyvfesztivál az érdeklődőknek. Akadt olyan is, aki Szekszárdról ment át Bonyhádra, hogy kedvenc szenvedélyének hódoljon, míg volt olyan érdeklődő, akit a könyvek szeretete vonzott a fesztiválra. Nem a programok miatt jöttem, csak is a könyvek miatt, tényleg. Regényeket és dokumentumkönyveket. Komolyabbak regények, Berkesi, ezeket, Szilvási, abból megvan minden sorozat. Azokat már kinyomtam, hát most van, amit előveszek némelykor. Eredetileg azért, hogy Európa térképet vegyek, de azt sajnos nem találtam sehol. Az én megítélésem szerint egy nagyon nagy reklámja a városnak, mert olyan híres, értékes emberek érkeznek ide, akiknek az alkotásaikból, a könyveikből bemutatkozásaikkal az emberek nagyon sok értéket és tapasztalatot és tudást tudnak szerezni. Én a magam részéről rajzpályázat zsűrűje voltam. A rajzpályáznak az volt a címe, hogy tájak, városok, emberek az irodalmi alkotások tekintetében. 108 pályázat érkezett be a könyvtár számára. A különböző korosztályokból, ez óvodás korosztálytól egészen volt egy 74 éves úr is, aki úgy érezte, hogy az ő alkotását meg tudja nekünk mutatni. Nagyon-nagyon értékes alkotások voltak, különböző stílusba készült rajzok, grafikák, festmények. Nagyon nehéz volt a döntés. Végül is mi úgy döntöttünk, hogy nem lesz első, második, harmadik, negyedik helyezett, hanem akiknek az alkotásait úgy ítéltük meg, hogy díjazásra érdemes, vagy arra méltó, akkor ők kapták meg, ezek voltak bonyhádiak 12-en. De a vidékiek is kaptak, a vidékiek pedig postán lettek kipostázva, ugyanis ők nem tudták vállalni az utat ide, ugyanis Hódmezővásárhelyről, Debrecenből, messziről érkeztek, Budapestről, Szentendréről érkeztek alkotások, és nem vállalták az ide utat. Amit én azért, mint ember, nagyon sajnálok, mert ez a könyvfesztivál, ez a Bonyhádi, ez egy kuriózum, és nagyon sok ismerettel gazdagodhattak volna, nem csak Bonyhád tekintetében, hanem itt az irodalmi alkotások tekintetében is. A Völgységkönyvfesztiválon már 6. éve visszatérő vendég Bíró Szabolcs író. A szerző azt mondja, számos szép emlék és barátság köti a Völgységkönyvfesztiválhoz, ahova szívesen jár vissza. Szabolcs a történelmi regényeivel lett ismert és elismert író. Bonyhádra az Anzsuk sorozatának legújabb, 6. könyvét hozta el. Erről mesélt stábunknak. Az én történelmi regényeim azok a 14. században játszódnak, jelenleg egytől egyig. A Non Nobis Domine volt a legelső történelmi regényem, ezen több mint 4 évig dolgoztam, majd 4 év további tanulás és hát folyamatos regényírás után újraírtam, tehát abban a Non Nobis Dominében, ami ma itt a standon kapható, abban tulajdonképpen több mint 8 év munkája benne van, és hát ez volt a legelső történelmi jellegű munkám. A vége az tulajdonképpen már az Anzsukor hajnalában játszódik, a Rozgonyi csatával ér véget, és amikor én ide eljutottam több év munkájával, akkor már tudtam, hogy én le fogok ragadni egy jó pár évre az Anzsukorban, a 14. századi magyar történelemnek a szerelmese lettem, és innen indult aztán az Anzsuk sorozat, aminek jelenleg a 6. kötete jelent meg. Hát alig 2 hetes a könyv, úgyhogy egy teljesen friss kiadványról van szó. A könyvfesztiválnak helyi vonatkozása is volt. A Tóth István Zsolt, Stejb György és Klebovics Miklós által írt kötet a fesztiválnak is helytadó Perccelkert botanikai és történeti érdekességeiről szól. Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya megnyitójában úgy fogalmazott, hogy mindig öröm, hogy a fesztiválon van helyi vonatkozású kiadvány. Később pedig stábunknak azt mondta, büszke erre a kötetre, aminek elkészüléséhez maga is hozzájárult.
Nagyon sokan vagyunk, és nagyszerű programokon vagyunk már eddig is túl. Bíró Szabolcs 20 évek óta vendége a Bonyádi Könyvfesztiválnak. Az ő adását hallgattam meg, és a legutóbb a mellettünk lévő sátorban pedig egy nagyszerű kezdeményezésnek a gyümölcsét mutatták be a szerzők, hiszen annak örültem, és a megnyitóban is ezt fogalmaztam meg még péntek délután, hogy gyakorlatilag nincs év, hogy a fesztivál úgy kezdődjön, vagy úgy teljen el, hogy nincsen bonyádi kötődésű kiadványnak a megjelenése, ami kapcsolódik a könyvfesztiválhoz. Így volt ez idén is, hiszen a Percel kastély és a körülötte lévő parknak a nagyszerű és csodálatos fáiról készült egy kiadvány. Annyiban kapcsolódom hozzá, hogy a kezdeményezők megkerestek, és a polgármester keretemből támogatta magának a könyvnek a kiadását, tehát ebből a forrásból tudott megvalósulni. A könyveken kívül a fesztivál szórakozási lehetőséget kínált kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyermekeknek egy külön sarok volt kialakítva, ahol játszhattak, valamint egy másik rész, ahol hangszereket szólaltathattak meg, vagy püfölhették a lábasokat. A fesztivál zárónapján futóversenyen vehettek részt az érdeklődők, amit szakadó esőben rendeztek meg. Ennek ellenére szép számmal jelentek meg rajta a sportolni vágyók.